6. Kontinentális vizslák Gyárfás Marianne, aranykoszorús mestertenyésztő és mestervezető, a vadászkutya teljesítmény bírói testület tagja és a Magyar Pointer Klub elnöke. Az angol vizslák, de legfőként a Pointer az a fajta, amelyből az összes kontinentális fajtát kialakították, modernizálták. Mai formájukban az 1900-as évek táján alakultak ki, és akkor már rendeztek nekik versenyeket is. A mai kontinentális vizslák a XX. század közepére értékel véglegesnek ismert formájukat. Munkájukkal a vadászat teljességét felölelik, de annak egyik válfaját sem művelik olyan magas szinten, mint a specialisták. Hazánkban a két legismertebb fajtája a magyar és a német vizsla. A következő feladatokra használhatók mezei munkára, vad felkutatása fixálása, meglőtt vad keresésére és behozására, vízi vadászatra, erdei vércsapa munkára, vérnyomon követés. Ami a kiválasztásban eltér az angol vizsláktól, egy kontinentális vizsla esetében előnyös, ha jó aport készségű. Szívesen vegye fel a földről a tárgyat, elejtett vadat, és vigye oda gazdájának. Ez öröklött, vele született tulajdonsága, ezt természetesen lehet tanítani, de sokkal jobb, ha a kutya ezt már a gényeiben hozta magával. A kölyök kiválasztására mindaz igaz, ami az angol vizslák esetében, ez kiegészül az aportkészségre figyeléssel. A mezei munkájuk különbözik az angol vizslákétól. Mivel a kontinentális vizslák puska alatt keresnek, csak olyan messzire távolodnak el a vadásztól, ami a puskalövés távolsága, ezért ezekkel a kutyákkal már fiatalkorban gyakorolni kell, hogy ne menjenek messzire a tulajdonostól. Ugyanúgy meg kell állniuk a vadat. A különbség az, hogy a lelőtt állatot vissza kell hozniuk. Lényeges, hogy minél finomabban fogják meg a vadat, azt ne cibálják, ne tépjék. A kutyának az eziránti képessége alapvetően öröklött. A képességvizsgán, amelyen csak az örökletes adottságait vizsgálják, kizárók, ha a kutya rágja, tépi vagy elássa a vadat. Az aportírozás vad visszahozás gyakorlásánál fontos, hogy a fiatal vizsla minél több tárgyal majd vaddal ismerkedjen meg. Sebzett és elpusztult vad megkeresése. A mindenes vadászkutyák legfőbb feladata, hogy megkeressék a lelőtt vadat. Kétféle vadkeresési metódus van, az egyik a légszimaton alapul, a levegőben terjedő szag alapján keres, a másik pedig a vonszalék munka, a meglőtt vad földön hagyott szagnyomát kutatja fel. Ha a kutya látja, hogy hova esett le a lelőtt szárnyas, rekettyésben, ádasba, stb., akkor annak irányába szalad, és a vad közelében annak a levegőben terjedő szaga alapján fogja megkeresni. Amennyiben nem láthatta a vad leesésének helyét, úgy őt a vadásznak irányba kell küldeni. Elszaladó állat, szárnyán megsebzett fácán vagy meglőtt nyúl esetén, a kutyának meg kell mutatnia a vad menekülésének feltételezett irányát, aki földre szegezett orral elindul keresni a nyomon a vad földön, illetve növényi részeken hagyott nyomán. Erre a munkára tanítani kell őket. Versenyen a vadat visszahozó kutyának le kell ülnie a gazda elé, vadászaton pedig kezébe kell adnia azt. Vízi vadászat. A vizslák vízi két részből áll. Az egyik, hogy a nádasban megtalálja és felhajtsa a vadkacsát, nádi kajtatás. A beküldött kutyának szisztematikusan át kell fésülnie a nádast, fel kell rebbentenie a vadat, és figyelnie kell, hogy lelövése után az hová esik le. A felkutatott vadat vissza kell vinnie gazdájának. A vízi munka másik fajtája, amikor a tó közepéről vagy annak túlsó feléről kell begyűjtenie az elejtett állatot. A vadásznak tehát nem csak szárazon, de vizen is különböző irányba kell küldeni a kutyát, egy jó vadászkutyát szárazon és vizen is a vadhoz lehet irányítani. A vízi vadászat specialitása a vízi csapamunka. A meglőtt sérült vad szagát vizen követi a vizsla, majd ha megtalálta, megfogja és puska elé hajtja erdei munka, vércsapa és erdei vonszalék munka. Az erdőben kétféle munkája van, egy vizslán fajtájú kutyának. A meglőd, de elszaladó apróvat követése és visszahozása, illetve a megsebzett nagyvad, vaddisznó, szarvas, őz, vércsapán követése. Ez utóbbit nem szabadon, hanem egy 7 méter hosszúságú vezetéken, pórázon teszi. Ez vérebb munka, ha nem is olyan magas szinten, de egy kontinentális vizslának is tudnia kell pár órás, nem túl hosszú vércsapát követni, a sebesült vadat megtalálni. A meglőtt vad vérveszteségétől, az ajnövézzet sűrűségétől és az időjárási viszonyoktól is nagymértékben függ, hogy milyen távolságban képes a kutya megtalálni a vadat. Több napos nyom esetén vérebeket vesznek igénybe. A hivatásos vadász mellett télen-nyáron dolgozó, már fiatalon befogott vadászkutya nagy igénybevételnek van kitéve. Tíz éves korukban már megérettek a nyugdíjazásra, addigra hallásuk, látásuk és szaglásuk mellett az izületeik is megkopnak. A nyugdíjba vanulás előtt álló tapasztalt vizsla még nagy szolgálatára lehet gazdájának. A helyére szánt fiatal kutya betanítása ugyanis sokkal könnyebben megy egy nagy tapasztalatú öreg mellett. A tanítás ideje körülbelül egy év, ám a már kiképzett kutyán is élete végéig van mit csiszolni.